Bravo. Telek. Ezért kár volt, de még mennyire? Radimov? Úristen, mekkora gólt rúgott. Vladislav Radimov. Telek a kép előterében. Gyönyörűen mentette, mégis utána elpasszolta. Radimov pedig egy óriási gólt rúg. Negyed óra telt el, és ahelyett, hogy a Ferencváros vezetne, az ellenfélnél az előny. Ezt nem lehetett védeni. Hű, de nehéz lesz. Ment ki, de előtte szabad rúgás. Megint egy lehetőség talán. Lipcsei. Bejjebb. Lipcsei, megpattan, gól! Gól, gól, gól! 1-1! 36. perc, egyenlít a Ferencváros. Lipcsei Péter, aki az elején egy nagy helyzetet kihagyott. Igaz, hogy megpattan, de ne vegyük el tőle a gólt. 1-1. Azt mondtam, hogy a szünetig még kéne rúgni egy gólt, ez most megvan. A Ferencvároson érződött, hogy nagyon nyom, de féltem ettől függetlenül, hogy egy kontrával megint elmennek az oroszok. Ez a veszély persze még mindig fönt áll, de ez a gól azért fölállt Krisztiánzen, igaz, még csak támaszkodik. Simon. Telek. Simon. Neagoye! Gól! Kérem szépen! 2-1! Úgy látszik, nem voltam telhetetlen. Még a szünet előtt vezetés szerez a Ferencváros. Eugen Neagoye, a román fiú, és Simon, gyönyörű indítás. Elrúgja Novoszadov mellett, és itt már semmi nem segít a CSKA Moszkván. 2-1, ugyanaz az eredmény, mint az első meccsen. A Ferencváros behozta hátrányát. Nincs les, szó sem lehet lesről. És Neagoye higgadtan gurítja el. Neagoye, aki a bajnokságban 3 gólt szerzett, hasonló szituáció. Az most következik majd. Következnek tehát a 11-es rúgások, a csereember, Gregor, gól! Bent van az első, ez nagyon fontos volt. Most pedig főszereplő lesz egy olyan ember, akinek szinte semmi dolga nem volt ezen a mérkőzésen. Balogh Tamás, de jó lenne valami mágia, de jó lenne gól. Bystrov belőtte. Lisztes Krisztián következik. Lisztes gól. Nagyon-nagyon jó. Novoszadov meg sem tudott mozdulni. Jevgenyi Busmanov. Ő is csereember. Drága Tónó, fogd meg valahogy. Busmanov, gól. Kenneth Christiansen. Kicsit hátat fordít a labdának. Gól. Jaj, de jó. 3-2. A másik CSK a sereember, Gyemcsinkó. Most sem késő, Tamás is! Vigye el a fene! Épp, hogy becsúszott Balogh Tamás kesztyűje alatt a labda. De kár érte. 3-3-nál Telek. Gól! Gól, gól, gól! Jó felé mozdult Novoszadov, de ezt nem lehetett megfogni. Sorsdöntő lehet Mamcsur büntetője. Kint lőtt egy nagy gólt, és most is lő egy nagy gólt. 4-4-nél az utolsó ferencvárosi. Lipcsei Péter, Peti Kém, gól!
Hely, de meleg volt, de meleg volt, de megvan. Dmitri Minyko, a tizedik büntető. Minyko hozzá se ért a második fél időben, és gól. 5-5, senki sem hibázott. Hát lehet még fokozni a drámát. Zavadszky Gábor, a fiatalos szemtelenség kéne, megvan. Jaj, de jó. Valeri Borsin, ha kihagyja, mi jutunk tovább. Borsin, Borsin gól. Nem tette meg ezt a szívességet. A 20 ezer néző jelentős része háttal a pályának. Rutka, Rutka gól. Ő sem hibázott. 7-6 vagy 10-9, mindegy, hogy számoljuk. Csak hagyja ki az orosz játékos, a most következő orosz játékos. Őt úgy hívják, Szergej Kolotovkin. Esküszöm, kiírom a szobám falára a nevét, ha kihagyja. Kolotovkin, Kolotovkin. Fölé! Kolotovkin fölé rúgta! Tovább jutó a Ferencváros! Győztünk! Kiesett a CSKA Moszkva! A kupa győztesek Európa kupájának második fordulójába jutott a Ferencváros. Nagyon ideges voltam, hogy majdnem összeestem. Nagyon ideges voltam.